Átadták Tolnán a jó tanuló, jó sportoló díjakat. Az eseményen nyitásként a résztvevők megtekintették a 2023-as év legfontosabb, legérdekesebb tolnai vonatkozású sporteseményeiről készült képeket, videókat. A legeredményesebb sportoló elismerést az kapta, aki 2023-ban országos bajnoki címet, illetve Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon érmet szerzett. A kitüntetettek között volt kajakkenus, sakkozó, karatés, sárkányhajós és ritmikus gimnasztikában versenyző is. A jó tanuló, jó sportoló díjat pedig az a tolnai fiatal nyerhette el, aki mindkét területen kimagaslóan teljesített. Évtizedek óta elismerjük a jó tanuló, jó sportolókat, ezeket korábban mindig az ünnepi testületi ülésen a többi kitüntető díjjal adtuk át, és akkor jött egy ötlet, hogy ne csak a jó tanuló, jó sportolókat is, vagy ezeket a diákokat ismerjük el, hanem azokat is, akik vagy diákok, de nem tanulnak annyira jól, vagy felnőttek, és már nincsenek tanulmányi eredményeik, hiszen vannak azért kimagaslóan jó sport teljesítmények itt a városban. És akkor gondoltunk arra, hogy egy ilyen délután szentelnék ennek, és akkor meghívnánk a hozzátartozókat is, osztályfőnököket is, edzőket is, hát is nyilván az ünnepelteket. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen remek eredmények születtek a városban, sporteredmények és tanulmányi eredmények is, és mi azon vagyunk, mint Tolnaváros önkormányzata, hogy amennyit mi hozzá tudunk tenni, ehhez azt tegyük hozzá, akár a sportegyesületek támogatásával, akár az infrastruktúrák javításával, hiszen a közeli és kicsit távolabbi jövőben elég sok sportfejlesztés lesz a városban. A polgármester elmondta, a településen futszálcsarnok fog épülni, és létrejön egy vizitúra bérlőpont a Dunaparton. A TOP Plus program keretében tervezik a városi nagycsarnok és sportszékház felújítását. És az anyagiakon és az infrastruktúrán túl nyilván szükség van a mai délutánra például, hogy megemlékezzünk és megünnepeljük azokat a személyeket, akik ezeket elérték. Én nagyon remélem, hogy a jövőben is legalább ennyi kiemelkedő sport teljesítmény lesz. Acsádi Petra, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 11. osztályos diákja, tanulmányi eredménye a 2022-23-as tanévben kitűnő volt, 9 tantárgyból kapott dicséretet. Jelenleg matematika és kémia fakultációt végez, és ezen a területen is szeretne tovább tanulni. Petra karatézik és focizik, már magyar válogatottságig is eljutott. A két sportban a harciasságot szereti a legjobban. Fociban most az NB1-es bajnokságban játszunk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon magas szint, ugye. Karatéban hát van egy Európa-bajnoki bronzérmem. Szerintem mindig hatalmas érzés, hogyha fel tudom venni mondjuk a címeres mezt, vagy a magyar válogatottnak a színeit tudom képviselni, és engem ez nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és mindig úgy megyek oda, hogy meg szeretném mutatni azt, amit tudok. Fociban szeretnék a felnőtt válogatottba bekerülni, ez egy nagyon nagy célom, és a karatét is szeretném még tovább csinálni, ameddig tudom. Kis Gréta Anett szintén a Tolnai Gimnáziumban tanul, sportolóként a nagypályás labdarúgásban és futszálban szerzett országos bajnoki érmeket. Elmondása szerint a versenyszintű sportolás mellett egyenlő mértékben oda kell figyelni a tanulmányokra is. A futszálban és nagypályán is voltunk már bajnokok, NB1-be, második, illetve a harmadik helyezés, Magyar Kupába is, ugye itt a Telena Kupát is megnyertük most idén. Nagy pályán szintén voltunk országos bajnokok. A futszál az egy sokkal technikásabb játék, sokkal gyorsabban kell dönteni. Én ezt hát jobban szeretem, a nagy pálya kicsit lassú játék, viszont nagyobb kondi kell hozzá. Nyilván futszál az is kell a nagy kondi, de én azt szeretem a jobban, az gyorsabb, pörgősebb. Én úgy vagyok vele, hogy női sportolóként én ebből nem fog tudni megélni fociban legalábbis, nincs benne annyi pénz, és én nem is tenném rá föl az egészet, mert van egy adott idő, amíg el lehet menni, addig sportolok, utána már nem fog tudni, ez mellett kell egy olyan szakma is, amit ez kiegészíti ezt az egészet. Az eseményen összesen 11 sportolót és tanulót díjaztak.